Főbb híreink. Aktív évet zárta a magyar egészségügy, az országgyűlés az év végén elfogadta az egészségügyi ellátórendszer megerősítését szolgáló törvényjavaslatot, mondta Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Csütörtökön újra benyújtotta az előzetes letartóztatásban lévő Sáth György eltávolítását lehetővé tévő törvényjavaslatát Keresztes Lóránt, LMP-s politikus. Jarib Levin igazságügyi miniszter ismertette a kormányzás reformjának minősített terveket. Volodymyr Zelenszky kijelentette, hogy nem lát okot arra, hogy országa nyugati partnerei ne szállítsanak tankokat Kijevnek, mondta az ukrán elnök videóüzenetében. Köszöntöm kedves nézőinket, önök a heti tévé híradóját látják, belföldi híreink. Aktív évet zárt a magyar egészségügy, az országgyűlés az év végén elfogadta az egészségügyi ellátórendszer megerősítését szolgáló törvényjavaslatot, mondta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára. Takács Péter kiemelte, az egészségügyi ellátórendszer megerősítését szolgáló törvény megalapozza a fejlesztéseket és lehetővé teszi többek között a kórházfelújítási program folytatását. Emlékeztetett, a kórházfelújítási programban 17 fővárosi intézmény összesen 300 ezer négyzetméteren újult meg. Kiemelte, az infrastruktúra fejlesztés mellett törekednek arra is, hogy az egészségügyi dolgozók megkapják azt a megbecsülést, amit a társadalomért végzett munkájukért cserébe megérdemelnek. A történelmi jelentőségű orvosbéremelés harmadik lépcsőjénél tartunk. 2019-hez képest 350 milliárd forinttal nő az egészségügyi kassa. Csak az orvosbéremelésnek köszönhetően, mondta. Az államtitkár hangsúlyozta, arra törekednek, hogy a nehéz gazdasági helyzet és a háborús infláció ellenére a szakdolgozók is megkapják azt a megbecsülést, amit munkájuk után megérdemelnek. Takács Péter szólt arról is, hogy ebben a kormányzati ciklusban szeretnék megerősíteni a lakóhely közeli ellátásokat, aminek a legfontosabb eleme az alapellátás. Gyökeresen új struktúrába szervezik majd az ügyeleti ellátást. Csütörtökön újra benyújtotta az előzetes letartóztatásban lévő Sáth György eltávolítását lehetővé tévő törvényjavaslatát Keresztes László Lóránt, LMP politikus. Keresztes László Lóránt csütörtökön egy a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, a Sáth György eltávolítását célzó törvényjavaslatot elsőre leszavazta a Fidesz-KDNP, pedig Varga Judit igazságügyi miniszter jelenlegi helyettese Répási Róbert, igazságügyi államtitkár is elviselhetetlennek nevezte azt, hogy Sáth a végrehajtói kar élén maradhatott. Az LMP politikusa videójában felidézte a Sáth Völner ügy főbb állomásait, illetve azt, hogy még mindig a kar elnöke az az ember, akit a bíróság szerint a legkorruptabb végrehajtónak lehet nevezni. Mint mondta korábban erről Répási Róbert igazságügyi államtitkár is azt mondta, ez nem elviselhető helyzet, a kormánypárti képviselők mégis elutasították törvényjavaslatát. Szinte mindenhol kitisztult a levegő, az országban már csak két mérőállomáson mértek a szállópor miatt kifogásolható levegő minőséget, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ csütörtökön közzétett az előző napi méréseket ismertető térképének adataiból. A levegőhigiénés index rendszerének 4 kategóriája van. Elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. Az NNK adatai szerint a szállópor koncentrációja miatt kifogásolt a levegő minőség a Veszprém megyei Várpalotán és a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Sajó-Szentpéteren. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a tegnap érkezett hidegfront hatására kezdetben felhős, borult idő várható, majd észak felől felszakadozik és csökken a felhőzet. Az északnyugatira forduló szél a délnyugati tájak kivételével megerősödik északon, északkeleten pedig viharos lökések is lehetnek. Ennek hatására országszerte mindenütt kitisztul majd a levegő. Ma átmenetileg megnyugszik az időjárás, és estétől nőhet ismét a szállópor koncentrációja. Külföldi híreink. Jarib Levin igazságügyi miniszter ismertette a kormányzás reformjának minősített terveket több olyan jogalkotási kezdeményezéssel, melynek célja, hogy korlátozza az izraeli legfelsőbb bíróság és a kormány jogi tanácsadóinak hatalmát. Jarib Levin pontokba mondta el, szerinte miért van szükség reformra. Vannak bírák, de van parlament és kormány is. A demokrácia veszélyben van, amikor leadjuk szavazatunkat, de minden alkalommal olyanok döntenek helyettünk, akiket nem választottak meg. A bírói aktivizmus tönkretette a jogrendszerbe vetett közbizalmat, és lehetetlenné tette a kormányok hatékony kormányzását, állította az igazságügyi miniszter. Régóta esedékes reformja a demokrácia megerősítését,
a kormányzás helyreállítását, az igazságszolgáltatásba vetett hit helyreállítását és a három kormányzati ág egyensúlyának helyreállítását célozza. Levin javaslatai szerint a legfelsőbb bíróságot kifejezetten meg fogják akadályozni abban, hogy Izrael alaptörvényeiről tanácskozzon és határozatokat hozzon. A legfelsőbb bíróság soha nem semmisített meg sem alaptörvényt, sem annak módosítását, bár jelezte, hogy bizonyos körülmények között bírósági felülvizsgálattal rendelkezik felettük. A javaslat részeként a legfelsőbb bíróság csak egy 15 bíróból álló testület különleges többségével kaszálhatná el a Knesset jogszabályait. Hogy mit ér pontosan a különleges többség alatt, az egyelőre nem derült ki. A legfelsőbb bíróság döntéseit felülbíráló záradékot szintén törvénybe iktatják, amely lehetővé teszi a Knesset számára, hogy 61 képviselő minimális többségével a bíróság által megsemmisített törvényt újraalkossa. A Knesset nem tudna újraalkotni olyan törvényt, amelyet a bíróság a 15 bíró egyhangú döntésével megsemmisít az aktuális Knesset mandátuma alatt. A második javaslat a bírói kiválasztási bizottság összetételének módosítása és mindhárom kormányzati ág egyenlő képviseletének biztosítása. Két közképviselő kapna helyet a bizottságban, akiket az igazságügyi miniszter választana ki, a jelenleg az izraeli ügyvédi kamara által bizottságba kinevezett két képviselő helyett. Az igazságügy miniszter által választott két képviselővel a kormány legalább 5-4 ellenében többséget élvezne a bizottságban. A harmadik pont az, amiről Levin azt mondta, a jogrendszer átalakításának első szakasza. Megtiltja a legfelsőbb bíróságnak, hogy a bírósági felülvizsgálat során észszerűségi mércét alkalmazzon, melyet a bíróság használ annak megállapítására, hogy egy kormány vagy egy miniszteri határozat vagy rendelet jogszerű-e vagy sem. Az ukrajnai politikai rendezés érdekében Kijevnek el kell fogadni a Moszkva követeléseit és a megváltozott területi realitásokat, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kreml sajtóosztályának tájékoztatása szerint csütörtökön török hivatali partnerének Erdogan elnöknek. Putyin azt hangoztatta, hogy a nyugat romboló szerepet játszik a konfliktusban, mert fegyvert szállít Kijevnek, valamint műveleti információval látja el és célpontokat azonosít be számára. Mindemellett az Erdogan által a konfliktus politikai rendezése érdekében felajánlott török közvetítéssel kapcsolatban az orosz államfő megerősítette Oroszország nyitottságát a komoly párbeszédre, feltéve, hogy a kijevi hatóságok eleget tesznek a jól ismert és többször hangoztatott orosz követeléseknek, és figyelembe veszik az új területi realitásokat, olvasható a tájékoztatóban. Putyin és Erdogan a szíriai rendezés kilátásaival kapcsolatban pozitívan értékelte az orosz, a török és a szíriai védelmi miniszter 2022. decemberében Moszkvában megtartott találkozóját, melyen részt vettek a három ország hírszerző szolgálati vezetői is. Volodymyr Zelenszkij kijelentette, hogy nem lát okot arra, hogy országa nyugati partnerei ne szállítsanak tankokat Kijevnek, mondta az ukrán elnök videóüzenetében. Több páncélozott járművet fogunk kapni, köztük francia gyártmányú kerekes harckocsikat. Ez világos jelzést küld minden partnerünknek. Nincs racionális ok, ami megmagyarázna, hogy miért nem szállítottak még nyugati tankokat Ukrajnának, mondta az ukrán elnök videóüzenetében. Az oroszhírek.hu-n kiemelték, Emmanuel Macron francia elnökkel folytatott szerdai telefonbeszélgetése után Zelenszkij közölte, hogy Kijev francia harckocsikat kap. Ukrajna egyébként az elmúlt hónapokban követelte, hogy Berlin adja át Leopard 2 harckocsijait. Scholz kancellár azonban azt hangoztatta, hogy országa csak a szövetségeseivel egyeztetve jár el ebben a kérdésben. A német kancellár szerint egyetlen ország sem szállított nyugati tankokat Kijevnek, olvasható a portálon. Noha már nem volt a katolikus egyház feje, pápának kijáró ceremóniával vettek végső búcsút csütörtökön Rómában 16. Benedek nyugalmazott pápától, aki az óév utolsó napján 95 évesen hunyt el egy vatikáni kolostorban. A búcsúztatáson, melyet az elhunyt kérésére az egyszerűség jegyében tartottak, Ferenc pápa mondott gyászmisét. Az oltár előtti teendőket azonban Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégiumot vezető dékán végezte, a 86 éves katolikus egyházfő tért fájdalmai miatt. Prédikációjában Ferenc pápa elsősorban az Istenbe vetett bizalomról és az Isten iránti odaadásról beszélt. Csak beszédének végén említette közvetlenül az elhunyt volt egyházfőt, mint a vőlegény hű barátját. A gyászmisét 130 bíboros, 400 püspök és 3700 pap mutatta be.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárságának tájékoztatása szerint az MKPK-t Erdő Péter bíboros prímás, Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke Tóth Tamás a testület titkára képviselte. A szertartáson jelen volt még Kocsis Fülöp érsek metropolita, Szocska Ábel nyíregyházi püspök, Varga Lajos váci segédpüspök, több magyar pap és zarándok. A gyászmisén részt vett Novák Katalin köztársasági elnök és férje, Veres István, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes. Híreinkről bővebben a brailleprez.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak, és most röviden az időjárásról. Ma mindenütt változó vastagságú szakadozott felhőzet melletti napsütéses időjárás várható. Este ismét borús idő várható, szemerkélés sem kizárt, a hőmérséklet pedig 7 és 11 fok köré emelkedik. Én köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk, viszontlátásra!